A biztonságos utakat keresték idén az utazás szervezőknél, voltak olyan korábban kedvelt turisztikai célpontok, ahová nem mentek a magyarok idén. A külföldi utazások számában is van némi visszaesés, többen belföldön költötték el a pénzüket és felhasználták a szépkártyát is. Nehéz éven van túl az utazásszervezési szektor itthon. Az elmúlt években már úgy látszott, megjött a magyarok nyaralási kedve. A kedv meg is lett volna, de a korábbi úti célok nagyot változtak. Idén nem volt kelendő Törökország, Egyiptom, Tunézia biztonsági okok miatt, de a migránsok útvonalát is elkerülték a nyaralók. Idén már az előfoglalásokból is látszott, hogy a biztonságos úti célokat választják azok, akik külföldre akarnak menni nyaralni. Horvátország, Görögország, Olasz és Spanyolország maradt kínálatként a palettán. Egyébként az utazásszervezők folyamatosan figyelték a kockázatosnak vélt turisztikai célpontokat. Még ennek ellenére is az ágazatban az elmúlt 5 évben a bevételek növekedése volt megfigyelhető. A célországok politikai és biztonsági stabilitása, az utazási irodák netes foglalási lehetőségeinek kiszélesítése és a hazai lakossági fizetőképesség is befolyásolni fogja a szektor eredményességét a jövőben. Itthon a családok 1 hétre, 10 napra és a hosszú hétvégékre is elmentek nyaralni, a belföldi idegenforgalmat pedig felfelé húzta a szépkártya. Folytatjuk a témát, a stúdióban köszöntöm Bicsérdi Ritát, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát ez az év akkor tényleg nem volt annyira eredményes az utazás szervezőknek, mi a tapasztalat, most már azért a nyári szezont lehet azt mondani, hogy lezártuk. Hát sajnos ez valóban így van, de azt hiszem, hogy ezzel senkinek nem okoztunk meglepetést, hiszen az emberek a biztonságot azt nagyon fontosnak tartják, és emiatt ugye nagy részük inkább belföldi úti célt választott, vagy esetleg olyan közeli országokat, aminél az árértékarány nem olyan mondjuk, mint repülős utazások esetében. Összességében az adatok egyébként, hogyha a számokban nézzük az eredményességet, annyira rossz nem volt talán, mondjuk a válságos időszakhoz képest, ha már itt a műsorban többször is szó esett arról a bizonyos időszakról, de azért visszaesést láttak. Milyen jellegű ez a visszaesés? Hát azt lehet mondani, hogy már majdnem minden nagy túroperátor meghozta az évi statisztikát az iránt, abban a tekintetben, hogy a nyár az hogy alakult, mert azért reméljük még ezen egy kicsit a tél fog javítani. De azért azt lehet mondani, hogy átlagosan egy 30% sajnos az jelen van a piacon. Ugye ez adódik abból is, hogy azok az úti célok, mint ugye egy Tunézia, egy Törökország, Egyiptom, ami azért azt lehet mondani, hogy árérték arányban alacsonynak számít a piacon, mert ugye sok kis gyerekes családok is választották ezeket a desztinációkat, ők ugye most nem utaztak, és nem tartották ezt elsőleges úti célnak, hanem helyette vagy belföldet választották, vagy esetleg inkább csak a környéken mondjuk egy horvátországi autós nyaralásra mentek el. Tehát emiatt is volt az, hogy az utazásszervezőknél ebben az évben ugye viszonylag nagynak mondható azért ez a visszaesés, de mi bízunk abban, hogy sajnos az emberek vagy előbb-utóbb hozzászoknak ahhoz, hogy ilyen politikai helyzetben és környezetben élünk mi is itt Európában, vagy pedig látva azt, hogy gyakorlatilag azért a tengerparti részeken az adott országokban azért nem volt nagy probléma, mert vegyük Törökországot alapul, ugye Isztambul, Ankara és a kurd rész. Viszont a tengerparti részen ott nem volt nyáron sem gond probléma. Tehát mi bízunk abban, hogy ők ezt jövőre át fogják látni, és fognak merni utazni ezekbe az országokba, és én is elmondtam, hogy én például a saját gyerekemet elmertem küldeni az idén Tunéziába. Tehát azért, ha már mi, akik a szakmában vagyunk, és elmerünk a családtagokkal, ismerősökkel, vagy akár a családtagok is elmerjük küldeni nyaralni, akkor azt gondolom, hogy bízhatnak abban, hogy mi se akarunk saját magunknak rosszat, és ha úgy ítéljük meg a helyzetet, hogy kint azt a visszajelzést kapjuk az ott lévő idegenvezetőktől, vagy az ott lévő idegen forgalmiamban dolgozóktól, hogy utazható, biztonságos az ország, akkor én úgy gondolom, hogy jövőre már ez jól fog ez a statisztika azért mutatni. Nyilvánvalóan mindenki átgondolja és érdeklődik, illetve van egy kockázatos országok listája is, amin ugye lehet tájékozódni az interneten, és hogy milyen országok sorolandók oda, és ez változhat is egyébként még jövőre. De visszatérve erre, az előfoglalásokból már látták, hogy meg fog változni a nyaralóknak az úti célja, illetve másfelé veszik az irányt. Most már ennek tudatában jövőre készülnek-e valamilyen másféle csomagokkal, másféle ajánlattal, kínálattal? Igen, azért azt hadd javítsam már egy picit, hogy az előfoglalásoknál még annyira nagyon nem lehetett észrevenni.
ugyanis mindenki elkezdte január-februárban foglalni az utakat, sőt, ugye tudjuk nagyon jól sokan már november-decemberben is, hiszen vannak, akik a családi nyaralást, ugye a karácsonyfa alá teszik oda ajándékképpen, hanem inkább a február-március volt az, amikor elkezdték visszamondani a már befoglalt nyári utazásokat. Tehát igazán ez a február-márciusban csapódott le, hogy mindenkiben, hogy jól lehet, befoglaltuk, befizettük, de mégsem akarunk utazni. Tehát inkább a tavasszal jött ez már nekünk ki. Hát az idén már elkezdődött a jövő évi foglalás, vannak, akik foglalnak, nyilván vannak, akik most is ugye tartózkodnak, és azt mondják, hogy kivárják, hogy mi lesz. Tehát ez még nekünk azért nem ad semmire alapot. Talán azok, akik most is az idén a biztonságosnak vélt országokban, mint Görögország, Bulgária utaztak, ők most is foglalnak előszeretettel. Viszont azért valljuk be, hogy a Törökország, Tunézia, Egyiptom desztinációra azért nagyon-nagyon kevés a jelentkező. Egyébként mi volt a sláger idén? Hát ahogy az előbb említettem, ugye a Görögország, Bulgária és Spanyolország, ugye Spanyolországnál a szigetek, illetve autós desztinációban a Horvátország az, ami vitte a prímet. Én úgy gondolom, hogy azért ezekben olyan túl nagy elmozdulás nem volt, hiszen Görögországot a magyarok nagyon szeretik, Horvátországot a közönsége miatt ugye szintén szeretjük, Bulgária talán az, ahol ugye meglepően sok magyar most ugye úti célként választotta a biztonság szempontjából, és Spanyolország azt lehet mondani, hogy nyilván ő is aratott ebben az évben, de azért eddig is szerették ugye a Baleári-szigeteket, Kanári-szigeteket, azért a magyarok előszeretettel szerették ezeket a desztinációkat is. De szezontól függetlenül is költenek utazásra, kikapcsolódásra az emberek, és ugye beszéltünk arról, hogy ha külföldre nem mentek, akkor belföldön elköltötték a pénzüket, és a pénzüket a szépkártyáról. Na most a szépkártya az jövőre megmarad, nem marad meg, milyen formában marad meg, ez azért a turisztikai ágazatnak is fontos. Hát mi nagyon szeretnénk, ha megmaradna, és ugye a kormány egyelőre azt mondta, hogy ugye ezek a felröppent híresztelések, ezek nem valósak, és meg fog maradni. Úgyhogy bízunk benne, mert azért tudjuk nagyon jó, hogy ez a belföldi turizmus nagyon érinkíti. És azért kafetériaként ugye sokan választják ezt a lehetőséget, és hogyha ez megszűnne, akkor nem tudjuk, hogy mi lenne helyette. De ha mi bízunk abban, hogy nem fog megszűnni, vagy ha megszűnik, akkor abban reménykedünk, hogy legalább hasonló, vagy valami jobb konstrukció lenne, hiszen az emberek nagy része a belföldi üdültetést pont ezek által veszik igénybe, mert ha már saját pénzt kell, tehát készpénzt kell áldozni rá, akkor nem biztos, hogy a belföldet választják. Nagyobban meggondolják. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.